A folytatásban a filmművészet felé vesszük az irányt, és bemutatjuk a Falu Mestere című dokumentumfilmet. Vendégünk lesz az alkotó, aki nem más, mint munkatársunk Gál Tamás, illetve Farkas István a film főszereplője. A beszélgetés előtt azonban mutatjuk a film előzetesét. Én csak élni akarok egy közösségben, ennyi, és ehhez a helybe kell megteremteni hozzávaló dolgokat. Ezek visszafelé gondolkoznak ezek az emberek. Istvánnak 10 emberből 6 azt mondja, hogy hülye vagy, ne csináld, nincs értelme. Kevés az az ember, aki bevállal, nem? Éva. Hát, én 4 nőre számítottam, akkor már csak 3 lesz. Ancika visszamondta, hogy megy kapálni. Ígér, segír és túlvállalja magát. Nem a pénz számít, hanem a cselekedet, meg a tett. Itt az összetartozás, a közösség, az úgy mindenkivel kellene. Hogy már alakulnak ezek a dolgok, hogy az én nagyanyám magyar. Mindenki azt nézi, hogy mi a haszna belőle, hogy ő tegyen valamit azért. Önzetlenül áll. Ez a falu kezd újraéledni, de ahhoz azok az emberek, akik itt vannak, azok várják a útmutatást. Derecskékkel jönnének, odatán lehet, hogy menni kéne 11 fő. Augusztus 14-én lesz a muzsikusás, 5 órakor. Még előtte egy megbeszélés. Nem tudom, hogy mondani, én itt vagyok. Most végig ez kifut, hogy az egyháztás ütelmet csak mondanokság lesz, mert minek. Falu megérdemel, ne legyen körmenet. Volt egy megbeszélés most az elmúltban. Hát az semmit nem ért. Hát érte szerinted valamit? Mindenkinek nagyon jó, minden szupi, hogy itt a ilyen csendes, jó levegő, de ami a legfontosabb, ami a legszebb, egy a templomunk, vagy a környéke, vagy a panál, vagy a környéke. Mindenki nagy íbe lefarja. Közben megérkeztek vendégeink, Gál Tamás a Falu Mestere című dokumentum film rendezője, illetve Farkas István a történet főhőse. Sziasztok, köszönöm. Sziasztok, sziasztok, kívánok. Jó estét. És hát gratulálunk a filmhez. Így kicsit előzetesen ugye filmes tanulmányokat folytattál. Mi az oka annak, hogy egyébként a fiatalok körében nagyon népszerű játékfilmek helyett te kifejezetten a dokumentumfilmeket választottad, mint műfajt? Ez menet közben alakult ki, tehát én nagyon szerettem az animációt és a játék filmes műfajt, és még a főiskola vagy egyetem előtt az animációval foglalkoztam, itt a Eszterházy Károly gyakorló iskolába, és utána valahogy megismertem embereket, civileket, kis embereket, és elkezdett foglalkoztatni az ő sorsuk, hogy ővelük mi történik, hogyan fognak reagálni a változó világban, és valójában innen kezdődött a történet. A tanulmányaimat ugye az Eszterházy Károly Egyetemen végeztem először, a mozgókép kultúra és médiaismeret szakon, alapszakon. Ott egy dokumentumfilmmel diplomáztam. Mivel recski vagyok, tehát falusi ember vagyok, engem a falusi témák nagyon érdekelnek, és Recsnek van egy testvértelepülése Kárpátalján, Rafajnaújfalunak hívják, és ott forgattam valójában egy magyar kis közösségről egy nagyon szép alkotást. Ezt a témát szerettem volna továbbvinni, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetem filmtudomány mesterszakára jelentkeztem. Sajnos ugye a lezárások miatt nem tudtam elmenni Ukrajnába, és utána valahogy azon voltam, hogy a környékemen keressek egy témát. Nem kellett keresni, mert István egy nagyon népszerű figura a környéken, és ő keresett meg valójában engem, úgyhogy egy erdei gombázás történet, amikor éppen a legnagyobb szárazságban, augusztusban toltuk a biciklit erdőben, gomba után kutatva, és kérdezem tőle, hogy
hogy hát Isten, ja igen, és egy mocsárban, éppen egy mocsárban landoltunk, és mondom Istennek, hogy annyira elvetemült ötletek vannak, hogy muszáj rólad filmet készíteni. És úgy így jött, és én a bodonyiakkal nem tartottam közvetlenül a kapcsolatot, tehát nem kezdtem el kutatni, tehát ez egy folyamat követő film, amiben nem akartam megtudni, hogy milyen események vannak, hanem menet közben a kamera előtt, ahogy a néző szembesül, úgy szembesültem én is filmkészítőként a jelenséggel egy személyünkben. Na, erről majd még faggatnálak egy kicsit, csak dobjuk át a labdát most Istvánnak is. Említette Tamás, hogy egy jó közösség működik Bodonyban, de milyen ez a közösség? Egy kicsit beszéljünk erről. Hát ez a közösség a Bodonyi Falu Szépítő Egyesület. Többen tagja vagyunk, én is aktív tagja vagyok, és amikor fölmerül valamit, hogy meg kéne szervezni, akkor bevonzunk külső embereket is, akik, mert mindenki ugyanazt az embert nem tudja meghatni. Ezért kellünk többen, hogy mindenki más tud bevonzani, úgymond, és ezáltal már ő is részes egy közösségnek. Ez a Falu Szépítő Egyesület nagyon sok olyan eseményt, köztük a elmúlt két évben a muzsikusest is ő általa, vagy olyan, hogy csillagnézés, jöttek Debrecenből is, adtunk helyet, vagy túrák, vagy mondok egy olyat, hogy ez az én gondolatom volt, és a Bodonyi Egyesület által jött létre, hogy Bodonyi Háztáji Gazdálkodók Baráti Köre. És összejöttünk havonta egyszer, most már rég volt, de majd hamarosan megint összejövünk, de szóval így az Egyesület köré próbáljuk ezeket az eseményeket hozzászervezni. Említetted a bodonyi muzsikusok estjét. Ennek a megszervezése mögött milyen nehézségek állnak? Hát igazság szerint sajnos annak idején nincsen ilyen pályázati pénz, egyáltalán nincs. Ez önerőből történt. Magánemberek, személyek adták bele, vagy anyagi, vagy munkával a megvalósítását, és igazán ez volt a nehézsége, hogy ő, mert ha van egy adott pályázat, abból megvan, hogy mennyit kapunk, abból meg lehet csinálni. De amikor úgy kell, úgymond megkérni egy-két magánszemélyt, nem támogatnál, hogy ne legyen, ne haragudjon rád, vagy és ezáltal ez a nehézség igazán, mert most egyre több ember van, aki részese akar is válni, meg részese vagy fellépésként, vagy szervezőként a muzsikus esnek. És inkább így ez az anyagi része, mert kell hozzá, de nem mindenhez olyan sok anyagi kell, azt tudom csak. De hangosítás, a fellépőknek szendvics, víz, ilyen legszükség esetén, meg esetleg, ha úgy adódik még a falunak, legyen egy kis zene, hogy mekkora házuk vele a napot. Visszakanyarodok hozzád. Ugye a dokumentumfilmezésnek szerintem az egyik alapja, hogy egy egészen különleges látásmódot próbálj meg közvetíteni, ugye, ami a te sajátod, szerintem ez a szépsége egyébként ennek a műfajnak. És elmondtad, és talán ez a nehézsége, hogy úgy forgatsz valamiről filmet, hogy kvázi sodródsz az árral, hogy nem mélyedsz bele. Mennyire ez más, mennyire kíván mást tőled, mint rendező, mint akkor, amikor igen fölkészülsz egy témából, és azt mondod, hogy meghatározott forgatókönyv alapján haladsz előre a filmben. István esetében nem tudtam forgatókönyv szerint menni, tehát István, törekedtem arra, hogy természetes legyen az, amit csinál, tehát minél kevésbé avatkozzak bele a történésekbe, megfigyeljek, és akkor azok a történések szerint ugye
forgassak tovább, hogy vajon ez nekem szükséges-e a nyersanyag, vagy nem, ugye az akkor fog kiderülni, és hogy említem, a 70-es években volt a Cinema Verité, Cinema Direct, ugye, ami ugye nagyon népszerű volt, és Magyarországon a dokumentumfilmezésben, főleg az amatőr filmezésben, a Gulyás Gyula és a Gulyás János éppen azt próbálta, hogy hogyan lehet a valóságot megragadni. Na most ugye én egy kicsit kevertem már a mai műfajjal, hiszen nagy dramatizálni kell a történeteket, ugye annak ellenek gócpontjai, súlypontja és mélypontjai, tehát ez szerint próbáltam, ugye a nézői elvárások szerint, ugye. Viszont igen, tehát ez egy elég nehéz volt, hogy én voltam a rendezője, a vágója, a írója, ugye a producere, mindenese, és teljesen önköltségből vagy költségvetés nélkül dolgoztam, ami megint egy ilyen, de maga a téma is ugye azt adta, hogy így foglalkozzak vele. Most én nem a költségvetésre gondolok, mert ez nyilván így nehézség, igen, hanem arra, hogy tényleg egy személyben vagy gyakorlatilag minden, így az egész filmszerzőiség ez hozzád fűződik. Ez mennyiben nehéz, mint hogyha mondjuk azért a filmezés egy csapatmunka? Jóval tovább tartott. Tehát maga a forgatás nyilván ugye folyamatkövetés 4 hónapos, 2021 áprilisa és augusztusa között forgattam, és utána egy egyéves periódus következett a vágóasztal előtt. Volt egyébként egy külső és belső konzulensem, a belső konzulensem Pálos György tanár úr volt, tehát ő az ELTE-től, illetve a külső konzulensemnek felkértem a dr. Tóth Tibor tanár urat, aki itt az Egri Egyetemen tanít. Ők nagyon sokat segítettek, és nagyon sok vitánk volt, hogy mert beleszeret az ember az anyagba, mit dobjon ki, ez egy ilyen szokásos televíziós műfajban, ugye ez szinte a művészeteknek a magáé ez, ugye, hogyha valamit nagyon szívvel, léleket csinálunk, utána nehéz megválni tőle. Igen. Egyébként nem csak az István, most a visszatérve a filmre, nem csak István személye ragadott meg, hanem mivel én falusi ember vagyok, én látom azokat a folyamatokat, ami 20-30 év alatt megtörténnek, vagy történnek a szemem láttára. Október 1-én volt egy premier előtti vetítés a Kultúrházba, a Bodonyba. Egyébként ez a 80-as években moziként működött. Nagyon sok falusi mozi volt. Recsken is például, és nekem pont a Recski mozi jutott eszembe, amikor a 90-es években általános iskolásként elmentem a moziba, az első mozi élmények, fantasztikus volt, és ugye az a folyamat már a mozi története is, hogy a mozi, ahogy a 2000-es évek elején megszűnt, például Recsken, és akkor folyamatosan például terménytároló, majd aztán a végül most pedig palackozó, szódavíz palackozó üzem. Tehát ezt látni egyébként, hogy a kulturális, művelődési, társadalmi, tehát ez elhanyatlik, mert eltűnik, és ez egy nagyon szomorú valóság. És Bodony egyébként egy kivételes eset még a mátrai települések környékében is, mivel ők zsákfalú, és őket kevésbé érinti, de kevésbé érinti a modern kor, és valamilyen szinten önálluk is látjuk ezt a széthúzást, ugye mindenki magával foglalkozik, de valami elindult, és ennek a dolognak az egyik motorja, vagy fő motorja Farkas István, és ez az, ami engem megragadott. Ha már ezt a egyfajta hanyatlást említetted, hogyan látod, hogy maga a közösségépítés, ugye fontos momentuma ennek a dokumentumfilmnek, ez mennyire szélmalomharc a te munkád tekintetében? Hát most már egyre könnyebb azért. Régebben nehezebb volt ez, mert azt lehet mondani, hogy sok embert igazán nem érdekli, vagy nem volt igényük kultúrára, mert ezek, amik vannak, akár fölsorok, táncádat szerveztünk, túrákat szervezek, közös nyársalások, gombázások, széles a paletta ilyen téren. Sok embert nem vonzotta, de egyrészt akik újonnan betelepülők lettek a faluba,
sok ember érdeklődést mutatott ez iránt, jöttek másik településekről is, és így lett népszerűbb egy kicsit ez a közösség, így alakult meg a rendezvényekre, így jöttek többen. Régebben nehezebb volt, az biztos, de már most valamennyivel könnyebb. Bocsánat, a hagyományok továbbvitelénél egyébként lehet számítani a fiatalabb generációkra? Tamásra igen, mindenképp. Hát a Bodonyban működik egy táncsoport is, hál' Istennek fiatalokból áll. Ők nagyon ügyesek. Volt egy, az is annak idején megláttam valahol, Jászberényben, ott dolgoztam, és elmentek locsolkodni lovaskocsival. És én mondtam, ezt miért ne, csináljuk meg Bodonyba. És akkor fölvettem egy emberkével, ő Szamaras fogata van, a kapcsolatot. Beszéltem egy-két baráttal, hogy ő nem-e jönne el beöltözve, persze. A helyi táncsoport lányi, hogy legalább nem hervadtok el, meglocsunk titeket. És ez olyan hagyománnyá vált, hogy úgy hiszem idén lesz már negyedik vagy ötödik éve, hogy ez megy. Már van egy ilyen tekerőlantos srác, de ez nem helyi, hanem ő is úgy nagyszülők laknak, rokonok laknak Bodonyba. És akkor hát én tartom a kapcsolatot mindenkivel, mert az a biztos. Az a biztos. és így ez nagyon jól működ, ez a locsolkodás. Nekünk is egy élmény, magunknak oldjuk meg a szórakozást, úgymond. Így van. Egyébként pont egy rövid történet. Január 1-én felvonultak a panoráma kilátóra, ezt egyébként egy dombtetőn Kopasz hegynek nevezik, a település határából felvonult a apraja nagyja ugye a községnek, vittek pogácsát, süteményt, bort, üdítőt, és fent a dombtetőn köszöntötték az új esztendőt. A filmen mik a terveitek, vagy mik a terved, gondolom azért ez most bemutatásra kerül, de hol lehet megnézni, és mondjuk fesztiválokra nevezed-e majd a filmet, vagy mi lesz a történet? Hát pont két héttel ezelőtt volt egyébként a BITFEN, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon, 6 magyar produkcióval versenyzett, koprodukcióban készültek, tehát én voltam az egyedüli, aki kilógott a sorból, és ez a fesztivál online folytatódik, február 12-ig tudják megnézni, akik érdeklődnek a BITF honlapján, ugye a Falu Mestere című film. Dokumentumfilm. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Tamás, nagyon-nagyon sok jó gondolatot kívánok neked, amik aztán fölkerülhetnek a tekercsre, és aztán majd beszélgetünk róla később. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.